Második kérdés, már részben belementünk ebbe, hogy hogyan érhetők el azok az eredmények, amelyeket mi kívánatosnak tekintünk ebben, és mik lennének ezek a kívánatos eredmények. Marko elnök úrtól mindenekelőtt azt kérdezném, hogy nagyon is érdekes módon és véleményem szerint jól hangsúlyozta azt, hogy itt valamiféle szolidaritás kérdés is felmerül. Amikor azt mondjuk, hogy az összeírásban bizonyos hovatartozásokat megvallunk, esetleg rangsorolunk, egyiket mondjuk, és nem a másikat mondjuk, akkor azt hiszem, hogy sokszor újra és újra értelmezzük a magunk identitását. Hogy látja ezt elnök úr, hogy különböző vallások esetében, különböző területi hovatartozások esetében, különböző politikai hovatartozások esetében, vagy politikai szimpátiák, antipátiák kérdésében, tehát hogyan és mi által válhat lehetségessé az, hogy itt az emberek mondjuk egy átfogóbb, nem mondjam azt, hogy fölé rendelt magyar identitást fogalmazzanak meg. Tehát mit tehetünk ennek érdekében? Hát én azt gondolom, hogy identitásunk nyilvánvalóan sokféle van. Nem is gondolom, hogy jó az, hogyha bennünket egyetlen prioritásnak tekintett identitás jellemez. Ugye, tehát persze nemzeti szempontból magyarok vagyunk, de hát emellett erdélyiek vagyunk, emellett romániai állampolgár, vagy román állampolgárok vagyunk, vagy román állampolgárok is egyesek, ugye. És így tovább, és így tovább. Nem akarok most itt az identitás filozófiájába belemenni. Még az is érdekes, amit Kapitány Balázs mondott, hogy például a magyarországi népszámlálás lehetővé teszi a kettős identitást, tehát hogy valaki például magyarnak, meg románnak is vallja magát, meg gondolom, hogy ez más nemzetiségek esetében is lehetséges. Nyilván, hogy föltenném a kérdést, hogy miért ne? Csak hogy ugyanakkor bizonyos jogi következmények esetében, amerre én már utaltam, ez mindenképpen vagylagosan közelítendő meg. Tehát vagy magyarul beszélünk, vagy románul, ugye? Vagy magyar iskolába jár a gyerek, vagy román iskolába. Vagy van magyar fölirat, vagy nincs magyar fölirat, mert itt azért is ugye egyébként a szabály. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor az identitást azt el kell dönteni. Tehát itt a nagy kérdés az, hogy egy adott helyzetben, és egy adott országban, és egy adott településen mennyire fontos az, hogy ki milyen identitású. Európának erre a részére természetesen az jellemző, hogy itt különböző etnikumok meglehetősen keverten, nagyon sokszor egymás mellett élnek. De ez érdekes módon ezt a térséget nem tette etnikum közömbössé, hanem éppen ellenkezőleg emelte a tétjét a hovatartozásnak, mert hát az együttélés az arról szól, hogy egyfajta szembefeszülés is, egyfajta vita, egyfajta dominancia küzdelem adott esetben, amin ugye szeretnénk már valamiképpen túl lenni, és amit szeretnénk túlhaladni. Tehát igenis mindez attól függ, hogy mekkora fontosságot tulajdonítunk az identitásnak. Én azt gondolom, hogy azért Erdélyben ezzel nincsen gond, és Romániában. Tehát a romániai magyar közösség azért mindig mozgósítható volt, és mindig megmozdult, hogyha érezte, hogy az identitásához kapcsolódik egy kérdés, vagy hogyha érezte, hogy az identitásának a fölmutatása az fontos lehet. Nem véletlen az, hogy a választások például, ugye azok általában nem programokról szólnak a magyarok esetében, hanem a magyar identitásról. Tehát én nem állítanám azt, hogy 20 esztendő után is eljutottunk volna oda, hogy programokkal
mozgósítunk, vagy programokkal kampányolunk. Persze, hogy van programunk, persze, hogy elmondjuk, hogy mit akarunk szociálisan, gazdaságilag, persze, hogy senki sem közömbös ezzel kapcsolatosan, de az alapvető mozgósító erő az identitás. Tehát az, hogy magyarként nekünk képviseletet kell teremtenünk a magunk számára, mert az aztán visszahat az identitásunkra. Tehát én azt gondolom, hogy a népszámláláson is erről lesz szó, és a népszámláláson is tulajdonképpen lehetőség van arra, hogy ezt az identitást, ezt együtt is felmutassuk. Igen. Lehetett olvasni a sajtóban arról, hogy különböző pártok képviselői egyaránt bíztatták arra az identitásukat megvallókat, hogy egységesen inkább magyarnak, mint sem székelynek, vagy területileg valahova tartozónak vallják magukat. Az egyházak képviselőivel történt-e valamilyen egyeztetés e tekintetben, mert ebben a kérdésben gondolom, hogy sokat segíthetnek. Tehát azon túlmenően, hogy ők viszont nyilván azt mondják, hogy az ember a saját vallását vallja meg, de hogy azon túlmenően hangsúlyozva, hogy magyar katolikus, vagy magyar protestáns, és így tovább. Igen, tehát az egyházak segítenek nekünk, az RMDS tárgyalt az egyházakkal. Nyilván, hogy egyik-másik egyház esetében ez egy kényesebb kérdés, mert a hívek legfeljebb csak többségükben magyarok például, tehát vannak más anyanyelvű vagy más nemzetiségű hívek is, de én azt gondolom, hogy itt is át lehet hidalni. A protestáns egyházak azok egyértelműbben magyarok, de még ott sem lehet ezt így állítani, hogy hát református egyház mondjuk az Romániában egyenlő a magyar nemzetiséggel. Tehát vannak mások is, akik reformátusok, de ennek ellenére ezekkel az egyházakkal tárgyaltunk természetes módon, tehát a történelmi magyar egyházakkal, és én azt gondolom, hogy segíteni fognak, és segíteniük is kell a népszámlálásra való mozgósításban. Kapitány Balázstól azt kérdezném, mennyire látszott ez más kisebbségi magyarság lakta területeken, az, hogy a társadalom megosztott, hogy a társadalom porózus, a társadalom sokszínű, sokféle, és e tekintetben mondjuk voltak-e mondjuk veszteséget, tehát számszerű veszteségek, ahol mondjuk tévedésként vagy rossz szándékkal másnak írták be a kérdezőbiztosok. Hogyne, hát először is azt kell tudni, hogy még ebből a népszámlálási körből eredmények sehol sincsenek. Szlovákiában májusban volt a népszámlálás, amikor jövő elején lesznek eredmények. Tehát ezt még az eredmények szintén nem tudunk beszámolni ezzel a dologról. Az azonban látszik, hogy ezek a definíciós harcok, ezek sok esetben a kisebbség kárára sülhetnek el, tehát tudatosan vagy tudattalan módon is. Ugye az egyik ilyen játék a kettős identitás, hogy lehet-e kettős identitást megjelölni, erről itt már többszörösen szó volt. Mindenképpen a erdélyi magyar közösség szempontjából úgy látom helyes és jó döntés a vajdlagos identitás. Ez a kettős identitás, ez mencsvár lehet erősen asszimilálódó, önálló nyelvvel nem rendelkező kisebbségek számára, akik a többség identitás mellett fölvállalhatják ezt az identitást. Erdélyi magyarság esetén erről szó sincs. Tehát itt azért a közösség nagy része esetén ez identitás problémaként nem merül föl, vagy nem merülhet föl. Ez a nyitott kérdésből történő esetleges veszélyek. Ugye itt erről volt szó, a székely probléma, a csángó probléma, sok egyéb dolog, ez ebből merül föl, hogy ugye egy nagy fehér papírlap van, és arra azt írunk rá, azt ír rá a kérdezőbiztos, amit mi mondunk, és aztán azt valahogy valaki később a kérdezőbiztos kategorizálja. Azért ez kockázatokat rejthet magába, lehetőségeket is rejthet magába, meg kockázatokat is rejthet magába. Ugye most egy nagyon egyszerű példát mondok, a területi identitások Romániában, azok bizony a románhoz fognak csatolódni. Tehát ha valaki magát Csikinek mondja, vagy Máramarosinak, az
Független attól a legvégén szépen benne lesz a román kalapba. Tehát mondjuk ezt nem árt tudni, mert ugye ő csak azt írta be, hogy én csiki vagyok nemzetiségként, hát végén kérem román lesz belőle, mert egyszerűen a kódolási rendszer olyan, hogy amely Románia ország egyik ország részét adja meg identitásnak, az teljesen független attól, hogy csikot adja meg, vagy valamilyen, nem tudom milyen orromániai részt, az végül oda fog kerülni praktikus módon. Tehát ilyen értelemben ezben bizonyos kockázatok vannak, amelyek azért mindenképpen kommunikálhatóak és kezelhetőek. Azt, hogy egy milyen belső harc zajlik az egyes országokon belül, azt nyilván nem tudom megítélni a kategorizálásba. Itt született egy megoldás. Én a székeket annyira, hogy mondjam, nem félteném. A csángókról azért azt jobb, ha tudjuk, hogy a csángók azok bizony be fognak kerülni az egyéb nemzetiségbe Romániába, tehát nem a magyarnak lesznek a részei. Ami azért egyértelműen problémákat, meg dolgokat vett föl, és itt nagyon vigyázni kell. Tehát itt a csángók, nem csak a csángó földre gondoljunk, hanem a baltasági csángókra, a négyfalusi csángókra, a gyimesi csángókra, tehát a csángó az egyértelműen csapda, én azt mondanám a székellyel szemben, aminek a kommunikációjára az én ügyelnék. A székely kapcsán pedig, hát lássuk, azért azt is látni kéne, hogy az nem egy nagyon-nagyon jó hír, hogyha ha nagyon-nagyon sokan vallják magukat székelynek, mert akkor utána fölmerül benne az a logika, hogy ezeket le lehet választani a magyarság részéről. És ez a logika ez nem feltétlenül egy év múlva fog bekövetkezni, hanem lehet, hogy 7 vagy 8 év múlva, nem tudjuk milyen politikai körülmények és politikai helyzetek között. Tehát itt ilyen értelemben a legtisztábbnak, aki magyar identitásnak akarja magát valamit, a legtisztábbnak a magyar identitás egyértelmű felvállása tűnik. Ezzel olyan meglepetések, hogy mondjam, nem érhetik az embert, hogy később valami más kategóriába tartja magát. Tehát ez a nyitott kérdéseknek a veszélye, ez egy romániai specifikum, azért beszéltem erről, mert Szlovákiában nem volt ilyen veszély, Magyarországon nincs ilyen a lehetőség, hiszen előre lévő kategóriák vannak megadva. Itt ez egy specifikum, amelyet egyértelműen kezelni kell. Köszönöm szépen. Széke Istvántól kérdezném, hogy a részleteknek a kidolgozásánál, illetve az egyeztetéseknél, hivatalosságokkal, illetve a magyar közösség tagjain belül milyen konkrét problémák merültek fel, és itt a különböző veszélyek között, amiket elnök úr is és kapitány Balázs is említett, ezeken kívül még felmerült egy, ami a napokban került eldöntésre, az pedig a külföldön tartózkodók identitásának a megvallása. Ezekben a kérdésekben milyen lépéseket lehetett tenni, illetve milyen veszélyeket vagy milyen lehetőségeket lát Széke István? Hát valóban minden népszámlálásnak megvan a specifikuma. És ez ugye elsősorban azzal az adott konjunkturális helyzettel kapcsolatos, amiben az illető ország népszámlálás pillanatában van. Most az idei népszámlálásnak a tétje vagy sajátossága igazából az a külföldön élő személyeknek a regisztrációja. Hihetetlen számokról van szó, ugye 2007 óta, mióta Románia tagja az Európai Uniónak, soha nem látott tömegek indultak meg nyugat felé, talán térségünkben a 70-es évek Jugoszláviájából volt egy ilyen típusú nyugat-európai munkavállalás, 70-es évek, 80-as évek első fele. Ugye az adatok azok nagyon ellenmondóak, tehát az Eurostat 1,9 milliójától a Sulfina Barbu utolsó kijelentéseig a 4,3 millió külföldön tartózkodó személyig a skála az nagyon széles. És hát kérdés volt, hogy ezt a szabályozás kapcsán egyszerűen a Központi Statisztikai Hivatal hogyan reagálja le. Hiszen azt látjuk, hogyha az Európai Uniós ajánlásokat betartják ebben a kérdésben, ami szerint azt a személyt, aki életvitelszerűen több mint 12 hónapja külföldön él, azt a tartósan külföldön élő személyek kategóriájában kell megszámolni, és ezeket a személyeket nem adják hozzá az ország stabil lakosságához. Na most ebben a helyzetben, ha Romániában ezt a folyamatot szó szerint értelmezik, akkor azt jelenti, hogy Románia mélyen a 20 milliós lakosságszám alá süllyed, aminek
több következménye van, kezdve ugye az európai parlamenti képviselők számától egészen a Románia által lehívható Európai Uniós arabokig. Most hát az a megoldás, amit végül is a szabályozás kapcsán elfogadtak, az nyitva hagy több kiskaput e tekintetben, hiszen a pontos megfogalmazás úgy hangzik, hogy amennyiben a külföldön élő személyek az elmúlt 12 hónapban hazalátogattak, vagy valamennyi időt itthon is töltöttek, akkor őket az ideiglenesen külföldön élő személyekhez kell sorolni, ami beszámít az ország lakossága számához. Ez természetesen... Fontos felhívni a figyelmet, gondolom mindenki. Igen, ez természetesen a magyarok szempontjából is fontos, bár azt kell mondanom, hogy abszolút számok tekintetében nem, de az országos arány tekintetében mi ezzel az alternatívával rosszul járunk, hiszen a felmérések azt mutatják, hogy a 2007 után megindult migrációban a magyarok alul reprezentáltak országos arányukhoz képest. Tehát kevesebben vesznek részt ebben a nemzetközi migrációban, eltérően ugye a 90-es évektől, ahol a külföldi migrációban egyértelműen felül voltunk reprezentálva. Ez a kérdés eldőlt, és hát végül is így dőlt el, és ezt át lehet fogalmazni olyan formában, hogy amennyiben valaki úgy emlékszik, hogy a családtagja az elmúlt 12 hónapban hazalátogatott, akkor ő értelemszerűen az ország stabil lakosságához számolandó, és az ideiglenesen külföldön levő személyek lajstromába kell őt felvenni. Egyébként ez... Azért, mert hogy a családtag bevallhatja ezt. Igen. Tehát ez egy olyan tényező, amit ő elmondhat. Igen, itt fontos azért egy fénymásolat a személyazonosság igazolványról, vagy pedig a személyi szám ismerete. De amit azért fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy ennek hiányában is a kérdező biztos köteles felvenni ennek a személynek az adatait. Uh-huh. Egy másik kérdés egyébként, ami esetében azért egy nagyobb odafigyelés történik, az az egyetemi hallgatók kérdése. A tapasztalatok azt mutatták, hogy 2002-ben nagyon nehéz volt őket összeírni. Most ugye az a döntés, hogy a középiskolásokat függetlenül attól, hogy melyik településen tartózkodik a családi kötelékben és az állandó lakóhelyükön kell összeírni, az egyetemi hallgatókat pedig azon a településen, ahol élnek. Na most tekintettel arra, hogy ez ugye több problémát is felvet, egy mobilis népességről van szó, akit azért nehéz még egy megszámlálásnyit is megtalálni. Nem beszélve arról, hogy elég sokuknak nincs ideiglenes tartózkodási engedélye, vagy a lakásbérbe adó személy nem jelentette be őket, hogy ne adózzon. Ezért fontos, hogy a család is írja fel őket a népszámlálás kapcsán. Amennyiben őket kétszer számolják meg, akkor ezt a személyi szám azonosság alapján ki fogják szűrni. Értem. Köszönöm szépen. Azt hiszem, már elég sok problémát felvetettünk ahhoz, és sokan valószínűleg már régóta várják azt, hogy feltegyenek kérdéseket ezekkel kapcsolatosan. Itt kellene fordítani és kétoldalúvá tenni a beszélgetést. Tehát az eddig elhangzottakkal, vagy valami olyasmivel kapcsolatosan, amiről eddig nem beszéltünk, de a jelenlegek úgy gondolják, hogy erről feltétlenül beszélni kellene, kérném szépen tegyék fel a kérdést, és azt is esetleg tegyék hozzá, hogy a meghívottaink közül kinek szánják a kérdést.
Ha valaki egyáltalán nem akar részt venni, tehát jön a biztos, és azt mondja, hogy nem akarom beengedni, akkor van ennek valamilyen jogi, vagy bármilyen büntetőjogi következménye? Köszönöm szépen. Volt egy próba népszámlálás, és a próba népszámlálás kapcsán az egyik következtetés az volt, hogy nagyon sokan nem akarják beengedni a számláló biztost a lakásukba, és ezért egy külön kormány határozatot hoztak ebben a kérdésben. Tehát amennyiben valaki megtagadja a kérdező biztos lekérdezését, akkor egészen 1000 lei büntethető. Vegyük fel, hogy van 20 millió ember, akit megszámolnak, és 20 millió emberről leírnak mondjuk mindenkiről 10 adatot, többet fognak, de ugye, jó. És akkor, hogy ennek az egésznek a processusa, tehát ahogyan ez egy ilyen hihetetlenül bonyolult és összetett matematikai rendszeren átfut, és kijönnek majd azok az adatok, amelyeken hanyattesünk, és amelyeket szeretünk, vagy amelyektől megijedünk, ennek egyfajta, nem tudom, nagyon rövid vázlatát el tudnál mondani, aki a statisztikához ért? Megpróbálom 2 percben, jó? És tényleg egy félelmek vannak arról, hogy itt manipulálás van, hol lehet belenyúlni, hol nem. Eljön hozzánk a kérdezőbiztos, és Romániában 6 fajta kérdőívből előválogatja, hogy ebbe a családban melyeket kell kitölteni, annak rendje módja szerint kitölti. Hazaviszi őket, és kódolja, tehát a nemzetiséghez, foglalkozáshoz beír különböző számokat. Utána szétválik az adat, és mondjuk ez talán a csalások kiszűrésének a legbiztosabb módja, mert a kérdező biztosnak önmagába kell csinálni a saját magának úgynevezett összesítő űrlapokat. Tehát minden egyes kérdező biztos az általa összeírt 200-300 emberről külön egy űrlapon fogja összesíteni, hogy közülük ennyi volt a magyar, ennyi volt a román, közülük ennyi volt a házas, a legfontosabb 10 adatot 3 összesítő űrlapon összeszedi. Ezek az összesítő űrlapok utána külön életet élnek, mint a többi kérdőív, de legvégül az adatok nem találnak össze, az azt jelenti, hogy a többi kérdőívekkel valaki utólag belematatott. Jó, tehát ott szétválik az összesítő űrlapok sorsa a kérdőívekétől, tehát utána az összesítő űrlapok gyorsan elkerülnek egy úton, és abból lesznek az úgynevezett előzetes adatok, míg a rendes űrlapokat lassan, részletesen beviszik, tisztítják, ellenőrzik, sok egyéb dolgot csinálnak, és abból lesznek a végleges adatok. Most abban az esetben lehet elkezdeni gyanakodni, hogy valami történt, hogyha az előzetes adatok és a végleges adatok között meglepő és nagymértékű és tendenciózus változások történnek. Mondjuk, ha az előzetes adatok szerint Kolozsváron 22% lenne a magyar, de a végleges adatok szerint 19%, akkor ott el lehetne ezen a dolgon gondolkodni, hogy milyen csuda fordulat dolog történt, hogy a tisztítás folyamán pont éppenséggel a magyarok aránya csökkent ilyen jelentős mértékben. És pont 20% alá. Tehát van egy bizonyos dolog, és ezekhez az előzetes összesítő ívekhez az egyes települések hozzáférnek, és minden valószínűleg szerint, ahogy Magyarországon, úgy Romániában is lesz annyi eszük a település vezetőinek, hogy ezeket az összesítő íveket lemásolják. Ezek már személyes adatot nem tartalmaznak, tehát adatvédelmi félelem nincs bennük, mert nem az van, hogy János minek vallotta magát, hanem egy darab táblázaton, van a községben 10 kérdező biztos, 10 darab lapot kell lefénymásolni, és ott van nálam, hogy ebben a községben hány, mi volt az etnikai eloszlás ténylegesen a népszámlálásoknál. Ha véglegesen 2 év múlva kijön a kötet, és valami egészen más számot látunk, akkor lehet elgondolkodni azon, hogy mi történt. Jó? De hát, hogy van egy bizonyos értelemben beletekintése mondjuk helyi szinten egy polgármesternek az adatrendszerbe. Én megköszönöm szépen a válaszokat. Itt most megállítanám a kérdez feleleknek a menetét, és szeretném, hogyha továbbiakban is a Kóskároly Akadémiának a rendezvényein minél nagyobb számban lennének jelen.